Ezek nem feleség. Hát akkor már azért már akkor is életveszélyes lett. Én mindig szerelmes voltam. Bergendit nem említetted. Pisti volt a felfedezőm. Mitől voltál te az alatnai? Ki látszik a s***ed? Mondtam, hogy tényleg? Akkor lehajolok, és akkor többet fogsz látni. Jó estét kívánok, ma esti vendégem Zaltmai Sorolt, aki fél órát késett. Bocsánatot kérek. Lehet is, szóval. Azért, mert Tárnokra jövök, mert én most már vidéki lány vagyok, vagy asszonyság. Azaz, ahol kőbánya van, arról híresebb, vagy követ fejtenek. Azt is, de nagyon sok ló van, meg nagyon sok szép természeti dolog van, meg szép házak épülnek. Hát ez úgy összeépült már Érdel és Martonnal, tehát a kettő között van. És gyönyörűen lehet jönni, és aztán úgy Pest előtt 10 kilométerre vége. Te vezetsz? Igen, igen. Most milyen kocsid van? Hát kaptam még Johnny Tovannak idején egy ilyen 8 vagy 9 éves, de nagyon klassz Mercit. Uh-huh. És ugyanez a cég engem szponzorál, úgyhogy néha kapok egy-egy szépet. Aha. Úgy. Mikor szerezte jogosítványt? 60, hát akkor voltam 18, tehát az egy kicsit odébb volt, és nem magyar jogosítvány volt az első, hanem angol, jobb oldalon, mert akkor éltem Angliában. Kint tanultál autót vezetni? Kint tanultam autót vezetni, jogkormánnyal, és utána hazajöttem 2 év múlva, és akkor kellett különbözetet tennem, és akkor ültem vissza a bal oldalra. Melyik volt az első autót? Vagy milyen típus volt? Mini Austin, az a nagyon pici kocka, de a régi, tehát nem a mostani, már sokkal nagyobb. Az egy trendi autó volt, akkor igen. Is, most is. Az hát azt gondold el, hogy akkor 3 embernek volt az országban ilyen autója, a Presser picinek, a Dusánnak és nekem. Presser az a nagy melegbe tudott tűnni a kis autóval. Egyébként Tárnokonak. Hol születtél már? Budapesten. És azon belül? Azon belül Budán. A Margitit Budai hídfőjénél, és ott is laktam, sőt, hát édesanyám végül is, mikor meghalt 94-ben, odáig ott laktunk. Ez egy abszolút polgári környék, majdnem Rózsadomb mondhatni. Igen, hát Rózsadomb lámbánál, kicsit zajosabban, mert ugye ott megy fel a forgalom a Margitidra, de szüleid, az ablakok. Szüleid, mivel foglalkoztak, papa, mama? Édesapám meghalt, mikor 8 éves voltam, ő a mostani Fehérházban volt tisztviselő. Akkor előtte a belügyminiszterim volt, aztán pártközpont. Igen, de ő nem politikai szinten volt benne, hanem tervezőmérnök volt, tehát úgy dolgozott ott. Mama? Édesanyám pedig végig az evangélikus egyháznál volt a mindenkori püspökök mellett, mint titkárnő. Nem volt téma, hogy mi lesz ezzel a lányjal? Jó, papád 8 évesen meghalt. Testvéred? Testvérem, ő is meghalt, az öcsém nem sokkal a születése után, úgyhogy egyke voltam. Édesanyám apu halála után 7 évvel férhez ment. Édesapám egyik legjobb barátjához, aki aglegény volt, de állítólag tett egy fogadalmat az apu halálos ágyánál, hogy vigyázni fog a családjára, és sose akart megnősülni, de aztán elvette édesanyját. Én féltékeny voltam, gyűlöltem eleinte, mert féltettem az anyut, hogy elveszik tőlem, és aztán, ahogy nőttem, ugye, és kezdődött az éneklés, gimnázium, utazás, stb., akkor egyre inkább annak örültem, hogy van. Hogy az anyu nem marad egyedül. Aha. Egy ilyen polgári családban hogyan tolerálják, hogy a gyerek nem a komoly művészetek iránt érdeklődik, hanem a könnyű műfaj irányában. Ugye, hát azért én komolyba indultam. Igen? Szóval ezért... Ez hogy alakult? Én, illetve édesanyám még operabéletesek voltak mindig, és mennem kellett velük, mert először csak kellett, mert nem volt kedvem hozzá, tehát ezért... Mondjuk egy-egy ilyet, hogy János Vitéz, vagy a Carmen, vagy a Trubadur, amik ilyen látványosak voltak, azt bírtam, de hát utána egy-egy ilyen kékszakálú hercegvára, vagy egy-egy ilyen Wagner, mondjuk azért, az már úgy meg... Az már igénybe vett. Viselt, illetve igénybe vett, vagy elaludtam, vagy valami ilyesmi volt, de ki minden operáriát szinte tudtam kívülről, és akkor utána egyszer csak egy ilyen általános középfőgyulladás, mandulagyulladás, minden jött, és ez egy olyan évig tartott, örökké beteg voltam, kaptam tőle egy szívizomgyulladást, és kivették a mandulámat, és akkor ilyen rekettes lett a hangom, és akkor mondta az énektanárnő, hogy
hát ez nem fog menni, nagyon szép mezzoszoprán volt valamikor, de ez már nem az. Akkor elkezdtek zongoráztatni, amit nagyon szerettem, és 7 évig zongoráztam, és ez már úgy belecsúszott a tinikorba, mikor is a Toldi Gimibe, ami egy elég felszabadult iskolának minősült, állandóan elkezdtük hallgatni a Luxemburgot, a Szabad Európát, minden olyat, ahol a jó zenék mentek, és elkezdtem énekelgetni, angol szakra jártam, tehát értettem a szövegeket, kiírtam az összes szöveget magamnak, és ez, ellentétben... Ez volt az időszak, hatalmas, igen, Petyu Laklárt, meg ezek mentek, hogy, nem? Hát Brenda Lee, Wanda Jackson, a Seekers, ezeket mind énekeltem, a Seekers-t énekeltem a Rózsival, a Dogs-ba. Meg nem jutottunk el egyáltalán, mikor álltál először színpadra. A Toldiba volt egy nagy bál, ahol a Scampolo játszott a Komár Lacival, és akkor mondták a többiek, mert mindig énekeltem az osztályba, hogy menjél, hát énekelj. A Török Ádi, aki osztálytársam volt, az meg ugye zenész fülekkel mondta, hogy bolond vagy, neked énekelned kell, stb. Jó, jött a Scampolo, és a tornateremben volt a buli, és mondtam, hogy jó, én kiállok énekelni, de akkor kiabálja az iskola, meg a gyerekek, hogy figyelj, Cini, énekelj, Cini, énekelj. És akkor összeállt a csapat, követeltek engem, és akkor Komár mondta, ki ez a csaj, mi, mit akar ez itt? És na jó, akkor, hogy nagyobb sikerük legyen nekik, azért engedtek engem énekelni. És akkor felmentem a színpadra, és bemondták, hogy itt én C-durba a Brenda Lee, I'm Sorry, az volt akkor a legnagyobb izé, Sajnálom című dal. Mai napig is szoktam énekelni különben ezt a dalt, és nagyon-nagyon szeretem. És nagyon jól sikerült, és akkor, na, séma egy rock and roll, mi legyen az, Led Zeppelin Party, Wanda Jackson 3, és puff. És nagyon jól sikerült. És akkor a Komár mondta, hogy ahogy szoktam, nem is rossz, mondta. De hát aztán kiderült, hogy egész más elképzelései voltak az én zenei pályafutásomról. Amennyiben? Hát amennyiben ő aztán azt akarta, hogy eljegyzett, és legyek a feleség, és ne énekeljek. El is akkor, igen, igen, és akkor mondtam, hogy de én szeretnék énekelni. Hány éves voltál akkor? 17-ben voltam. És akkor kaptam az éneklés miatt először és utoljára két embertől két nagyon-nagyon nagy nyakast. Az egyik volt az édesanyám, mert hazudtam, mert nem mondtam meg, hogy megyek énekelni, hanem azt mondtam, hogy megyek moziba. A másik nyakast meg a Komártól, amikor megmondtam, hogy én énekesnő leszek, nem feleség, akkor meg ott kaptam egy nyakast, úgyhogy aztán elindult a zene. Fiúk? Én nem voltam olyan, szóval hiába mondják ezt, hogy a szexszimbólum, meg a izé, meg a nem tudom, én mindig szerelmes voltam, és kicsit könnyen lettem szerelmes, de akkor mindig azt mondtam, hogy na hát ez az utolsó, hát ez így fog maradni halálomig. De hát ez azért nem mindig így sikerült. Szex mikor köszöntöd be az életbe? Hát én nagyon késői, tehát ma, amikor így a lányom és a hasonló korosztályjal beszélgetek, akkor így néznek rám, úgyis rólad mondják, hogy nem voltál apáca. Hát 17 múltam, mert hát akkor már Laci volt az első fiú és szerelem. És hát ez a mai világban szerintem egy nagyon késői dolog, szóval... Hát akkor már azért, már akkor is életveszélyes lehetett, gondolom. Igen. Nem mondták, hogy talán ezt szolidabb srácok kéne kezdeni? De nem is tudták mondani, mert én nem igazán... Szóval előtte volt olyan, hogy elmentem sétálgatni egy sráccal, vagy valami, de nem volt így komoly. A Laci meg leblokkolta, tehát a fiúk az én közelemben nem jöhettek akkor, tehát ezért nem volt, hogy választhatok. Hanem akkor ez volt, és akkor amikor kimertem mondani, hogy nem, és kaptam a tasnit, akkor utána még voltak bonyodalmak, mert ugye akkor már jött a Táncdalfesztivál 66-ban, ott mindenki rajtunk röhögött, mert a színfalak mögött ment a harakiri, a kiabálása, jössz, nem jössz, énekelsz, nem énekelsz, és akkor már jött a Karesz, a Frenreis Kari, és hát ez egy ilyen váltás, meleg váltás volt, és a két fiú eléggé nem szerette egymást abban az időben. Bergendit nem említetted. Bergendi Pista az egy teljesen más volt. A Bergendi Pistiékkel én soha úgy élőbe, talán egyszer-kétszer az IFI Parkba. De végül is a Pisti volt a felfedezőm. Tehát nem a Komár Laci, mert a Laci az ott hagyott engem énekelni, és utána nem akarta, hogy énekeljek. És akkor meghallott a Pisti, és ő állt ki mellettem, méghozzá a rádióba, mert akkor... Már hogy értem, egy interjú keretében azt mondta, hogy... Nem, volt egy ilyen amatőr énekverseny. És oda elmentem.
és akkor mondta, hogy na, ez a kis taknyos kell neki, a térdzokniával, a frufrus hajjal, a miniszoknyával, mert ez egy olyan vadóc, ennek van jó, rekettes a hangja, és akkor elkezdtek velem énekeltetni néhány Rita Pavonét, akkor, hát ugye akkor még nem énekeltünk magyarul, úgyhogy angol, némi olasz, és akkor azt mondta nekem a Pista, hogy bevisz a rádióba, ott már magyarul énekeltem, és arra emlékszem, akkor már a Zsuzsi meg a Kati voltak, tehát énekeltek, és mondta a Begendi Pista, hogy én hoztam még egy ezeknél is jobbat, mert nagyon büszke volt, hogy ő a felfedező, és akkor azt mondták, hogy tényleg belefér ebbe a nagy hármasba ez az új hang is. Táncdal fesztiválok, azt hiszem kettőt nyertél? Egy második és két első díjat. Igen. Na, hát a Hol jár az eszem, az volt az első, ugye azt például a Bergendi Pistieknek a zongoristája az Autede a Tocska írta. Nagy viták között született meg, mert nagyon magasra írták. És mondtam, hogy pont ott van a váltó hangom, tehát, hogy tudok erősen énekelni, és akkor az egy hang, ami ahol jár, fölmegy, az már nem mindig megy. Hát meg is csuklott mindig, minden alkalommal, az izgalomtól, minden. De hát attól még második lett a nota, és akkor utána jött a Nem várok holnapig, ott a Presser Pici besegített a hangszerelésbe, és az már egy ilyen üvöltő omegás nota volt, ezüst minibe, és abban az még igazi. Akkor is 19-20 éves voltál? Hát az volt 67-ben, akkor voltam 19, igen. Nagyon felborult az életed, gondolom. Felismertek az utcán. Egy más, tehát mi valahogy úgy voltunk sztárok a sztárságban, hogy egy kicsit úgy minden ugyanúgy maradt. Tehát például nem volt autóm, felszálltam a 6-os villamosra, anyutól ugye át a Margit hídon, és akkor az volt, hogy mint egy ilyen élménybe számolna, akkor leültettek, körbeálltak, hogy láttak tegnap a tévébe, ugye akkor volt az, hogy nálunk is otthon ugye a bérház belső udvarán egy-egy emeleten volt egy-egy tévé, nem volt akkor még mindenkinek tévéje, sőt. És akkor leültek, hozták a kis sámlikat, jön a táncdalfesztivál, és akkor mindenki nézte, és akkor utána jöttek anyunak gratulálni, akkor hozták a különböző finomságokat, kajákat, mindenfélét nekem, hogy hát a háznak voltam a hogy is mondjam csak, hát nem is tudom, olyan volt, mint valami látványosság. Mi volt az, ami téged megkülönböztetett a többiektől? Tehát mitől voltál te a Zalatnai? Te ugye az előbb szóba hoztad a lánya, Tétharisnyában, emlékszem, Matróz Blues, mit tudom én, szóval az a ekte kislány, akiben azonban van valami vadócos valami. Azt gondolom, hogy ezt nagyon jól határozta meg anno a Bergendi Pisti is, hogy egy olyan jelenség volt, de ez gyakorlatilag a közel egy időbe induló három lánynak mind megvolt. Tehát mindegyiknek megvolt a maga kis világa. Ebből én voltam a legközelebb álló a tinikhez. Tehát olyan szempontból, hogy ő is felvehetett aztán egy térdzoknit, vagy egy idáig érő csizmát, vagy a mini egyre minibb lett. Meg hát nekem hiába mondta azt akkor, amit tudom én a jeges vagy a szeneszemben, hogy ki látszik a s***ed? Mondtam, hogy tényleg? Akkor lehajolok, és akkor többet fogsz látni. Szóval egy ilyen nagyon nyitott, nagyon szabadszájú, nagyon, nagyon őszinte voltam, és mindig visszaszóltam, mindig. És ez valahogy szerintem imponált, ez lejött a színpadról, és én nem tudom, hogy honnan szedtem a bátorságot, holott mindig is lámpalázas voltam. És hát azért legyünk őszinték, a hármatok közül, tehát a Koncz, Kovács Kati, Zalatnai közül te voltál az, aki... Hát a Koncz ugye, főleg, hogy a Brody szövegeivel egy kicsit, nem sértesz meg, de olyan kicsit intellektuálisabb, az értelmiség számára sokkal vonzóbb volt. Így igaz. Olyan számokat írt, amelyek át voltak politizálva, nem arról éneket, hogy nem vagyok én lapác, hanem... Mondaná jó, sokkal több volt a mondatója. Így van. A Kovács Kati pedig a néplánya volt, aki jött vidékről, talán Egerből, tudom. Eger, igen. Ős tehetség, ős hangja. Igen. És te voltál az ekte pesti lány, az a vagány csaj, akit... De én ezért gondolom, hogy mi akármennyire is azt mondták, hogy botrány, meg nem férünk meg egymás mellett, meg mi nagyon-nagyon jól megfértünk egymás mellett. És én a két lányba egy-egy apró dolgot irigyeltem pozitívet, tehát sosem voltam irigy, sosem voltam olyan, aki áskálódott, vagy támadta a másikat, hogy nagyon-nagyon szerettem volna egy olyan zenei és szövegi stabilitást, mint amit például a Zsuzsa megkapott. És nagyon sokszor volt az, hogy
nem voltak annyira egységesek a dalaim, például, mint a Katinak. Ezek a kicsit jazzes, kicsit, és ott valószínű, hogy ezt a Koncz Tibi volt az, aki ugye ezt kordába tartotta. Tehát mindenhol volt egy ember, vagy egy csapat, aki ezt kezelte. Na most miután engem a magánélet nagyon befolyásolt, ezért ugye, amikor a Laci azt mondta, hogy nem, akkor megszűnt a Skorpió. Mondjuk egyedül a Bergendi Pistáik voltak, akik úgy voltak zeneileg, hogy azért mindig úgy terelgettek egy kicsit. Jött a metró, Karesz elment külföldre, a metró szétesett. Ugye akkor az Olán kezdett szólót énekelni. Akkor megint ott voltam, hogy nem volt zenekar. Akkor összejött végre a Lokomotív, és ott borzasztó jól éreztem magam, és ugye mentünk Angliába, úgy nézett ki, hogy Amerikába, oda is mehettem volna végül is velük, és akkor megint kiszállt a Karesz. És akkor a Karesz csinálta a Skorpiót, és akkor oda vitt magával. Tehát ezek mind olyan motivumok voltak, hogy aztán ugye férhez mentem a Révés Anyikához, és akkor egyszerre generálos lettem. És nem voltam elég erős, vagy nem is tudom, szóval valószínűleg... Ha most oda lyukadom könnyen, amikor összejöttem a csapóval, elkezdtél vízilabdázni. Nem, az azért. Viszont nekem mondjam neked őszintén, hogy amikor összejöttem a csapóval, akkor tanultam meg teniszezni és síelni. Hogy ezt meg neki köszönhetem. Tehát a fiúkban volt valami jó, de a zenei egység az nálam hiányzott, és én sokkal több, abban az időben az úgy hívták a zenészek, hogy olyan dalt is elvállaltam, amit nem szabadott volna, ami nem az én imidzsemhez illet. Angliáról beszéljünk egy kicsit, ugye mindenféle pletykák, mendemondák, valami olyasmi ragadt meg bennem, hogy Maurice Gibb a sok Gibb közül a Maurice igen, volt? Igen, a Maurice Gibb a hármasból, tehát az ikerpárból pontosabban, mert ugye a Barry volt a külön, és a Maurice és a Robin volt a kikrek. Uh-huh. És ott a Maurice volt, aki kvázi udvarolt nekem, aztán úgy volt, hogy férhez menjek, ebbe volt némi üzlet is a menedzserek részéről, meg hát akkor azért én még jócskán a Karezban voltam szerelmes, meg hát ugye annyi idősen nem gondolod végig azt, hogy na, akkor most én kitervelem, és akkor most, ha egy ilyen fiúhoz hozzám megyek, akkor pénzem is lesz, zene is lesz, holott ez kézenfekvő hát volt. Egyetlen szám jogdíjából meg lehet élni, nem? Egyrészt, másrészt a nemzetközi piacra rögtön fölmehettem volna, mint Sarolta Gibb, abban Minutumban, és akkor szóval nem az volt, hogy valami gazdag, idős ember, aki mellett ugye el kell tengetni az életed, és tudomásul kell venni a pénzért, hogy eltűrő, hanem zene volt, a zenevilág, az én korosztályom, beszéltem már angolul akkor, tehát semmi probléma nem lett volna, egyszerűen tehát, nem. Írták könyvet, azért ott a szex is szerepet játszott, amit, ahogy visszaemlékszem a könyvedre. Persze, hát ez volt is, tehát én azért... Most hogy mondjam, hát hülyén hangzik az, hogyha azt mondom, hogy nem imponált, hát persze, hogy imponált azért, hát gondold el, hogy jövök a vasfüggöny mögül egy énekesnő, akinek ezt a helyzetét ki is használták, tehát ezzel tudtak volna sztárként engem feldobni, hogy a vasfüggöny, a Vörös Sarolta, és akkor van egy világhírű férje, meg szóval ezek mind ilyen fogások. Igen, hát emlékszem, hát az Omega és Omega Red Star néven lépett fel, mert rájátszottak erre a vasfüggöny mögül. De hogy futottál össze? Hát mégiscsak egy kelet-európai leányzó megérkezik Londonban, nem hiszem, hogy a pályaudvaron vagy a Heathrow-on Maurice Gibb. Nem, de nagyon sok újságíró várt, tehát nekem el vannak téve, édesanyám gyűjtötte annak idején az összes, a Sun-tól, a Sunday-miről, a Daily-miről, a Daily News, a Daily Evening News, mindenbe címlapon voltam, ekkora minibe, térdzoknival, ekkora műszempillákkal, hogy lám-lám, a szocializmusban is van popzene, meg rockzene, és ott is néznek ki úgy a lányok, mint az ő Twiggy-jük. És tele voltak az újságok velem, és akkor a menedzserek, meg hát a Polydor lemezték, akkor már világhírű volt, és ahhoz mentem, és akkor azt mondták, hogy akkor csináljunk még egy reklámot. És akkor vittek engem minden olyan helyekre, mint nálunk a Fészek Klub, az volt a Speakeasy, ahol így, ahogy most veled ülök, ült a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Paul McCartney, a Tina Turner, szóval olyan nevek, akikre most, ennyi idősen, mikor visszagondolok, azt mondom, hogy te úristen, én ezekkel ott ültem, és nem használtam ki semmi olyan lehetőséget, ami a zenébe lehetett volna. Mi lett volna az igazi lehetőség? Mert ez egy dolog, hogy összejövök egy zenésszel, két zenésszel, három zenésszel, egy limuzinban ülök. Nagyon pikáns dolgokat írtál a könyvedben. Hát ez az az élet volt, tehát ha most én... Tehát akkor tulajdonképpen
tulajdonképpen beilleszkedtél, szexeltél ezzel, azzal, amazzal. Igen, beilleszkedtem, szerettek, és aztán egy idő után elkezdtem honvágyas lenni, elkezdtem sírni az anyám után, akit a legjobban imádtam. Miért nem vitetted ki a mamát? Nem engedték, akkor kijött nem? Még, nem. Milyen érzés így visszanézni azokra a 60-as évekre? Nagyon jó. Jó? Nagyon jó, mert bármi baj történt velem, és történt épp elég. Ez egy olyan nagyon-nagyon szép folt, egy ilyen napsugár, ami úgy mindig megmarad az életemben, és jó rá emlékezni nagyon. Ide az én lakásomban a férfi gatya és zokni többet soha. Nem volt egy ember a környezetedben, aki ezt mondta volna, hogy ne bolondulj már meg. Korán sem voltam annyira hunyó, mint ez az egész ügy kinézett. Feltételezem, hogy normális nyugdíjra nem számíthatsz. Én is a nulláról kezdtem. Magam teremtettem meg, magam is szúrtam el. A lányod meg szokta kérdezni, hogy hol rontottad el? Nem, szerintem tudja. Mire készültem? Tehát gyakorlatilag arra, hogy a Henriknek van egy stílusa, lehet szeretni, nem szeretni, de akkor is van, és mivel úgy gondolom, hogy ezért reális és emberi, nem bántó, illetve ha vannak olyan kérdései is, azt meg lehet vele beszélni. Egy pár percet fordítsunk, vagy szálljunk a férjekre és a barátokra. Rengeteg név elhangzott eddig. A férjekről beszéljünk. Révész volt az első férj? Igen. Hát érdekes figura. Milyen volt férjnek? Érdekes figura. Tehát igazából ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert ugye megalakult a Skorpió, amit a Karesz alakított a Lokomotív után, és szerettek volna egy énekest. És a Révés anyja akkor egy ilyen kicsit szabadúszóbb volt, vagy a Generálból kifelé nézett, Piramis még nem volt, és meg szerette volna szerezni énekesnek. Csak közben nálunk már voltak gondok, mert én családot szerettem volna, a Karesz akkor még nem, és mondtam, hogy hát figyelj, nem neked lesz gyereket, hanem nekem, hogyha család lesz, és ha én vállalom, hogy addig nem énekelek, vagy valami, akkor semmi gond nem lesz. Ő nem akarta, és ezen ugye szétmentünk. Sok abortuszod volt? Tessék? Sok abortuszod volt? Nem. Kettő volt összesen, kettő? Igen. De az egyiket muszáj volt, mert probléma volt. Uh-huh. De én úgy gondolom, hogy ez azért fordulópont volt, tehát na mindegy. És akkor az volt, hogy nem. Akkor elkezdtem verseket írni, és nagyon-nagyon szomorú voltam. És egy turnén, a Generál és a Mini meg én voltunk egy turnén, és akkor akadtam össze a Sanyival, akivel úgy indult, mint minden szerelmemmel, hogy elküldtem a francba, mert nem engedte, hogy a kutyám az öltözőben legyen, ahol ő is öltözik. És akkor mondtam, hogy akkor te ki vagy, akkor menj innen a francba, ki az öltözőből, keres magadnak valami. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy akkor mi összejöttünk, és akkor a család valahogy nagyon akarta, hogy legyen belőle a házasság, mi nem is annyira. Uh-huh. És akkor lett esküvő, és akkor ezzel én aztán egy fricskát szántam a Karesznak is, hogy ha már ott nem ment, és akkor... De tényleg, szóval nagyon beleszerettem a Sanyiba. Állatira tetszett. Nekem mindig azt tetszett a fiúkban, ha valami különlegeset produkáltak, tehát jó zenész, mert neki aztán tényleg különleges volt a hangja. Na de hát egy 21 éves vadóc fiú volt, és én voltam 26, hát neki akkor indult az élete, úgyis nem igazából. És hát akkor élte a maga életét, lányit, lányot, stb. És akkor megbeszéltük, hogy akkor most jön a Piramis, ez már inkább külön megy, úgyhogy akkor elváltunk. Mikor volt az a pillanat, amikor ebből a tini lányból érett nő lett, illetve így fussuk végig a mostani állapotodig? Jó, az érett nőség az tulajdonképpen úgy agyilag soha nem ért el engem, azt gondolom. És ez nem olyan szinten, mert szóval nem vagyok hülye, beszélek három nyelven, van felsőfokú nyelvvizsgám, zeneiskola, szolfés, szóval nem olyan értelemben értem. Nem lettem felnőtt, hanem egyszerűen, és visszasírom ezt a tini külsőmet és koromat, olyan értelemben, hogy a változást akartam ugyan, de nem ennyire.
És amikor ugye én összekerültem 95-be a Csabával, akkor a Csaba az mondta, hogy hát ez olyan kicsi, semmit nincs, se feneket, se fenekemet, hát azt nem tudtam fölfújni, vagy valami, az maradt úgy. Csak hát akkor melműtét. Voltak gondok már, mert azért egy kicsi mell is tud lógni, vagy nem éppen szép lenni. És bevallom őszintén, hogy 95-ig én a legritkább esetben hordtam melltartót. Tehát én nem volt szükség rá. Egy alkalommal lett volna, amikor megbüntettek minket Kaliforniában, mert monokiniztünk a tengerparton, és akkor bevittek a rendőrök, négyen vagy öten voltunk lányok, és mondták, hogy hát Amerikába hordani kell, akármekkora mellé van az embernek, melltartott, tehát trikó alá is. És akkor úgy elkezdtem, de hát nem ez volt a lényege, hanem hogy jó, próbáljuk meg, és hát ez hülyén hangzik, de véletlenül lett szinte ekkora mellem, mert kiderült, a plasztikai sebész azt mondta, hogy mivel, most nem kezdem el a részleteket magyarázni, de mivel nagy tányérú az alapja, tehát két dolog lehetséges, vagy még kisebb lesz, vagy nagy lesz, mert nem, még beszélni sem tudok a zavaromba hirtelen, tehát nagy lett. És ugye utána jött ez az ominózus férfi magazin, akik emiatt aztán fotóztak engem. A Szájban volt. Az 2002-ben. 2002-ben, igen. 2002-ben volt. És, az minden idők legnagyobb magyarországi példányszámát hozta. Igen, de szép is volt. Abszolút rendben voltak azok. Tehát azt nem bántam meg, de viszont akkor már kezdett fájni a hátam. Tehát gyakorlatilag ez körülbelül egy ilyen két-két és fél kilónyi súlyt jelentett, illetve hármat a kettő. Na most az egy gerinc dolognál, igen, te is húzigálod magad, szegény ugye? Szegény anyád élt volna, biztos nem csináltatod meg, vagy nem engedi. Nem engedte volna, biztos. Nem volt egy ember a környezetedben, aki ezt mondta volna, hogy ne bolondulj már meg egy srác kedvéért, aki ráadásul nem. 25 éve fiatalabb nálad. Nem. Senki nem mondta? Ezt gondolom azért rajtad is múlt, hogy nem volt egy ember, akit közelengedtél magadhoz, akit ilyen ügyben megkérdezhettél volna. Akkor ezek szerint... De volt, csak azok nem igazán merték mondani, mert látták, hogy... Köd van. Ez a Csaba, hány bőröndel költözött be hozzád? Aztán volt egy kis Suzuki Jeepje, és egy pici lakása a Damjanics utcába. Ennyi volt. De nem vitt el semmit, tehát ez is egy ilyen látványos dolog volt. Neki ugyanúgy ezt a, nem tudom, 1 millió forintját, mint ahogy nekem az antik bútorokat, a lakásomat, mindent, ez a sajnálatos televíziós vállalkozás elvitte. Minden vállalkozáshoz kellett egy jól csengő név. Igen. Úgyhogy Havas és Társai sajtóügynökséget alapítottam én, te pedig a mit? Cinenen TV-t, ami a... tévének volt egy önálló kis... Sokan már nem is emlékeznek, hogy létezett ilyen. Azért a műsorokra, igen. Hát azért azokra emlékeznek, ami volt a Bolondóra. Tehát egy csomó olyan műsort csináltunk, aminek aztán folytatása lett. Tehát egy kicsit megelőzte a korát, vagy az élő diszkók hétvégén, a Szombatesti Láz, meg ezek. Hát ezek most mind vannak. Ebben az időben rengeteget suttogtak arról, hogy dől a pénz, és két kézzel szórjátok. Nem dőlt a pénz, és műsorokra szórtuk. Nem, tehát, hát jó éttermekre, autókra, utazásokra, az autókat szponzorautókként kaptuk, az utazásokat általában megszponzorálták utazási irodák, akik még mindig működnek ma is. A Csaba meg én nem vettünk fizetést fel soha, tehát én az éneklésből éltem. Hol lett ez az írdatlan összeg, amit iszonyú pénzeket fizettünk ki, a 120 millió sosem volt igaz. Nem voltak eszközeink, tehát mi mindent béreltük a helységet, az irodát, a stúdiót, a hangtechnikát, a hangstudet, és ez iszonyatos pénzekbe került. És én azért amennyire lehetett utolsó pillanatig, ha nem is sokat, de fizetést is adtunk az embereknek. Na most, hogy engem kivert át, vagy ki nem, ezt már pontosan nem tudom, mert én ha valaki a becsület szavát adta, akkor odaadta, mix összeget. Na figyelj, azért álljunk meg. Tehát, hogyha az ember belevág egy vállalkozásba, akkor azt szokták mondani, hogy készítje egy üzleti tervet. Egy kockás papírra írt fel, hogy meg is a következő másfél évben ennyi kiadásra számolhatok, ennyi a biztos bevétel, ennyit remélek.
És akkor valami kijön. De most, ha a dolog negatívba fordul, akkor nem vágok bele. Vagy ha útközben valami nem a terveim szerint sikerül, akkor is az utolsó pillanatban még mindig meg tudok állni. Te pedig így mentél bele a szakadékba. Igen, de meg tudtunk volna állni, de két olyan dolog történt, amivel már nem lehetett megállni. Az egyik, hogy a bank utolsó pillanatban, miután már minden megvolt, nem adta meg a hitelt, és a televízió megszűnt. Tehát az EMSZA televízió egyik napra a másikra, én 70 millió forintra akkor pereltem az EMSZA-t, és nem volt már kit. És a végén senki nem maradt mellettem. És mivel az én nevem vitte a vállalkozást, ezért én maradtam ott. Megrázó történeteket lehetett olvasni az újságokban a hitelezőről, aki öngyilkos lett, számtalan nem én ember. Miattam lett. Hát a felesége, az özvegye bejött hozzám a koncertre, és ezt közölte. Erről magnó felvétel van. Mert én kérdeztem. Tehát itt azért a sajtó felfújt egy csomó dolgot, ami az én esetemben biztos, hogy alátámasztotta azt, hogy azon kívül, hogy példaértékűvé akarták tenni ezt az ügyet, és azt, hogy egy híres ember is kerülhet börtönbe, meg nehogy azt higgye azért, mert énekesnő mindent szabad neki. De azért én korán sem voltam annyira hunyó, mint ez az egész ügy kinézett, és ahogy ez tálalva lett. A legutóbbi bulvár labból nyert értesülések szerint elég jól megy a szekér. Angliában nagy az igény a retróra. Tehát Nagy az igény a CD-mre is. És igen, csak nem fejeztem be, hogy hol a pénz. De még mindig nem kaptam belőle semmit. Tehát nem kaptam, és ha kapok, az nyilvánvalóan meg fogja tudni mindenki, mert a Hungarotonon keresztül működik. Tehát ez nem az mi az, ami most Angliában Ez a CD-m, meg? Ami 24 oldalon az interneten árulják a világban mindenhol. Én még nem láttam elszámolást. Csak annyit, hogy mikor az újságírók felhívták a céget, azt mondták, hogy több mint 15 000 CD-t eladtak már. Voltam kint, dedikáltam, énekeltem Londonba, énekeltem Birminghambe, Liverpoolba, megyek vissza most majd megint május közepén. Ezeket a régi nótákat, amiket beszéltünk. Magyarul és angolul. Igen, hát nagyon sokat a Janis Joplin dalokból, sokat a Scorpio, illetve a Lokomotív időszakból, magyarul és angolul, és a magyar is megy ezekbe a klubokba és pubokba, és nagyon jól. Tehát most akarnak még egyet, ki akarják adni a könyvemet. Na most ez mind gyönyörű, és én halálboldog vagyok tőle, de azon kívül, hogy megvették a repülőjegyemet, és azon kívül, hogy ott a koncerten ugyanazt a koncertgázsimat megkaptam, amit Magyarországon szoktam, csak fontba, per pillanat még nem láttam belőle többet. Én lennék a legboldogabb, ha valamit látnék, nem kamatokat, hanem alaptőkét, és megegyeznék. Tehát nekem az volna jó, ha valamennyit vissza tudnék kapni azokból, akik nekem tartoznak, le tudnám rendezni ezeket az embereket, és talán nem is a perújra felvétel volna annyira fontos, bár ez a lelkemnek jót tenne, azt gondolom. Feltételezem, hogy normális nyugdíjra nem számíthatsz. Nem. Azt hiszem, beszéltem épp a Ferroékkal, meg a Benkő Lacékkal, azt hiszem 40 000 forintos. Igen, vagy valami a nagy Ferro 40 kemény 1000 forintos nyugdíjat kap. Szakszervezet, zenés szakszervezet. Hát igen, ez volt annak idején. Hogyan tovább? Mit tudsz mondani a lágyodnak? Anya mit akar kezdeni magával? Anya énekelni szeretne, ameddig csak lehetséges, mert ez az egyetlen, vagy az, hogy írni. Viszont a lányomnak csak annyit tudok mondani, hogy én is a nulláról kezdtem. Tehát édesanyáméknak akkor semmilyen szinte nem volt, amikor én elindultam. És én magam teremtettem meg, magam is szúrtam el, ez tény és való. De lehet, hogy a mai világban nehezebb nulláról indulni, akkor valahogy könnyebbnek tűnt, mert mások voltak az értékrendek. Tehát elmentünk a Kárpátia sörözőbe, és nagyon jó volt a buli után, hogy az 50 forintos gázsinkat elettük és elittuk. De nyilvánvalóan valami útravalót kell a gyereknek adni és szerezni, tehát dolgozom, éjjel-nappal dolgozom, és mikor azt mondják, hogy ebben a korban már csak élvezni kéne az életet, nekem ez most nem adatott meg. Nekem még ameddig bírom, addig dolgoznom kell. Azt gondolom, hogy neked egy kényszerpályát jelölt ki a sors. Igen. Most gondolok a megjelenésedre is, tehát ezek az óriási mellek. Már kisebbítettem. De akkor is majd lesz még mindig óriási, aztán ez a bőrcuc és egyéb, és arra gondoltam, hogy a kényszerpálya lényegében
lényegében meghatározza a megjelenésedet is. Tehát tetszik, nem tetszik, gondolom én, azt az alatnait várják, amit most mutatsz, mert így izgalmas. Tehát... Ez már nem az izgalomról szól, ez azért sokkal földibb dolog, ha lehet azt mondani. Tehát én most, bármilyen furcsán is hangzik, nem engedhetem meg magamnak, amit rajtam látsz, ezek a holmiaim 5 évesek körülbelül. Tehát én most nem tudok, ha csak valamelyik ilyen stylist, új stylist fiú, mert ez abban az időben még nem volt divat, hogy stylistunk volt, vagy bármink volt, aztán mondja, hogy figyelj, én most fel foglak öltöztetni, nekem ez megéri, ez nekem jó. Tehát nekem magamnak kell meggondolni, hogy mi legyen rajtam, hogy öltöz. Sose voltam egy elegáns, sose voltam egy ékszeres. Tehát a farmer vagy a bőrnek az egyszerűségével, és hiába futsz ki a korból, én most csak ezzel tudok operálni. Tehát egy sima fekete gatyával, egy szép, esetleg egy szép ingel vagy egy pólóval. Tehát most nem a divat az, ami meghatározó, de ugyanakkor meg kell jelenni, meg az kevés, hogy azt mondják, hogy fú, tényleg még jól énekel, meg kell, meg visznek, meg. De most abszolút nem engedhetek meg magamnak olyan dolgokat, amiket korábban. És ezzel viszont egy egészséges versenyben nem férek bele, mert azért, ha megnézed a környezetben lévő új generációs vagy fiatal sztárokat, ott nem csak a koruk az, ami nagyon megy, hanem tudnak öltözködni, tudnak vásárolni, hogy a szülők miatt vagy maguk miatt, nem tudom. Tehát teljesen más anyagi körülmények között élnek. És ha most azt mondom, hogy a múltkor a Verebes Pista kérdezte tőlem, hogyha most én azt mondanám, hogy kitartalak. Tehát fizetek havonta X összeget neked, öltöztetlek, nevelem a lányodat is, nem tudom én mi, akkor is akarnál énekelni és kínlódni? És akkor mondtam, hogy igen. Igen, mert amikor kimeltek a színpadra, akkor így megszűnik körülöttem minden, akkor elfelejtek mindent, és halálboldog vagyok, mert most már általában minden koncert végén nem azt mondják, hogy legyen kisebb cici cini, hanem azt mondják, hogy éljen cini, állj talpra cini, és most már ott tartok, hogy próbálom takargatni, tehát nem kivágott cuccba járok, nem ízé, tehát egész másképp reagálok rá, mint valamikor, és arra is rájöttem, hogy én, amikor ezt megcsináltattam, akkor már nem én voltam. Tehát én soha nem úgy akartam kinézni, hogy kirakom a cicieimet. Abba a férfiújságban igen, mert abba ez volt a feladatom, de annak se így indultam neki, tehát teljesen mást akartam tőlük, mint amit aztán kaptam. Ez az ő elképzelésük volt, és az, hogy ez így sikerült, ez megint nem az én üzletasszonyi jóságomnak köszönhető, mert én abban nem vagyok jó, ez kiderül. Fejezzük be azzal, hogy milyen érzelmeket táplálsz Márton Csaba iránt. Ugye az újságok időnként írnak róla, hogy egész ügyes pornoproducer lett belőle Los Angelesben, aztán arról is írnak, hogy ő volt életed legnagyobb szerelme, aztán időnként a bulvárlapok azt írják, hogy nincs is szexuális életed. Hát nincs, mert nincs partnerem, nincs szerelmem, én meg anélkül nem működök, és most haragszol erre az emberre? Nem. Nem haragszom, mert én is benne voltam, tehát... Azért mégiscsak lelépett. Igen. A legnagyobb idézőben. Igen, de végül is hivatalosan én adtam be a vállást, és ő hivatkozhat arra, hogy én akartam elválni, tehát... De most ez egy nagyon jó... Ez a dolog formális része. Persze. Én most az érzelmeidre vagyok. Ő kihúzta magát ezekből a dolgokból, hogy hol tart, vagy tartott akkor érzelmileg, 4 éve gyakorlatilag nem beszéltem vele. Én kívánom, hogy éljen jól, hiszen Amerikát én mutattam meg neki annak idején, és tanácsoltam neki, hogy ha nem szereti Magyarországot, ott lehet, hogy jobban tud élni. Úgy néz ki, hogy talán meg is találta a számítását. 37 éves, hát nyilván meg fogja találni a párját, a családot, vagy amit szeretne. Nekünk ebben már se, nekem se a lányomnak nincs szerepe, és azért mondom a lányomat is, mert azért őt is szeretett. Tehát ők jól megvoltak. Elmúlt, valószínű, hogy már nincs dolgunk, feladatunk egymással. Lányod meg szokta kérdezni, hogy hol rontottad el? Nem, szerintem tudja. Uh-huh. Szerintem pontosan tudja, és inkább azon segít, hogyha... Akkor mondd meg, hol rontottad el röviden? Mikor? A vállalkozás rontotta el, tehát nem szabadott volna ebbe a vállalkozásba belefognom, nem szépen kellett volna tovább énekelnem, írnom,
és nem arra törekednem, hogy én a televízióban egy állandó arc legyek, és örökké ott legyek, sokkal jobban jártam volna vele, mert megmaradtak volna édesanyám gyönyörű antik dolgai, megmaradtak volna az örökségeim, és biztos, hogy sokkal nyugodtabban élnék, és nem kényszerülnék arra, hogy meggondoljam, hogy mit veszek a boltba, vagy milyen ruhát veszek föl, vagy bármi, vagy akkor énekelnék, amikor kedvem tartja. Köszönöm szépen.